A mindennapi életünk során a tevékenységeinkkel a vizeinket szennyezzük. A szennyvizek az élővízbe visszajuttatása előtt meg kell tisztítani. Ma már modern szennyvíztisztító telepek működnek. Az első lépés a technikai kezelés, melynek során a szilárd hulladékot szűrik ki a vízből. Ebben a kísérletben egy élővízből származó vízminta segítségével fogunk háromféle szűrési víztisztítási mechanizmust bemutatni. Először az élő vízmintánkból öntünk egy főzőpohárba. Az első vízmintánkkal nem csinálunk semmit, megvárjuk, hogy magától leülepedjenek a szennyező anyagok. A következő vízmintánkat egy szűrőpapír segítségével fogjuk átszűrni, és a végén megnézzük, hogy milyen tisztaságú vizet kaptunk. A harmadik vízmintánkhoz pedig néhány gram aktív szenet rakunk. Ezt kevergetjük néhány percig, és az aktív szénnek az a tulajdonsága, hogy megköti a szennyező anyagokat, és segít még jobban megtisztítani a vizet a szennyező anyagoktól. Tehát néhány perc után az aktív szenet tartalmazó vízmintát is átszűrjük, és a végén összehasonlítjuk a sima szűrés után, hogy milyen tisztaságú vizet kaptunk, és az aktív szenes szűrés után milyen tisztaságú vizet kaptunk. Hát a végén láthatjuk, hogy azt a természetes vízmintát, amit semmilyen szűrési eljárásnak nem vetettünk alá, csak ülepedni hagytunk, az még mindig mennyire zavaros és koszosnak látszik. Amit csak sima szűrőpapírral szűrtünk le, az szintén elég zavaros lett, maradt még, de amit aktív szén segítségével szűrtünk le és szűrőpapíron, az sokkal tisztább lett.